Ismét Varga Mihály Márton kollégát köszöntöm, aki a kolozsvári sítatírről jelentkezik, ahol délután 3 órától zajlott az 1956-os emlékműnél az ünnepi műsor, majd a koszorúzás. Az esemény a helyszínen véget ért, de a mai nap folyamán további megemlékező programokra kerül még sor. Ezekről kérdezi meghívottját Buchwald Pétert, a Kolozsvár Társaság elnökét, aki a mai és a hét további megemlékező programjairól számol be nekünk. Szervusz, Marci, tiéd a szó. Szervusz Tibor, hát kicsit elázva bár, de megtörve nem, folytatjuk innen a kolozsvári sétatérről. Szakács Béla alkotása elől, ugye a forgóajtó, amelyiknek egyik oldala rács és a másiknak pedig napfény. Itt van velem Buchwald Péter, a Kolozsvár Társaság elnöke, és visszautalnék kicsit a beszédére, amit mondott itt a megemlékezésen. Összefoglalva talán úgy hangzott, hogy adja Isten, hogy ezentúl a 23-áinkat ne november 4-ék kövessék. Mire gondolt? Arra, hogy a himnuszunkban levő balsors, ami elég régóta tép minket, az körülbelül azt jelenti, hogy március 15-e után, október 6-a, október 23-a után, november 4-e, háború után, béke után, diktatúra, és ez így megy, és ezért mondtam, hogy nem kompországba, hanem felvonó liftországba érezzük magunkat. Hol fent, hol lent. Ez egy kicsit a fiatalok ünnepe, és sőt nem is kicsit. Hogyan látja a mai fiatalság, mennyire érzi át az akkori pesti srácoknak, az akkori fiataloknak, vagy erdélyi kolozsári srácoknak a helyzetét, a sorsát, vagy azt, amiért kiálltak? Hála a Jóistennek, azt hiszem, hogy sehogy. Annak ellenére, hogy a Kolozsvár Társaság évek óta rendez egy olyan irodalmi és képzőművészeti versenyt, ahol a téma az 56, de akkor tudja csak értékelni az ember a szabadságot, hogyha a legsötétebb diktatúrát egyszer átélte. Ezek a mai fiatalok, hála a Jóistennek, nem tapasztalják és nem tapasztalták meg azt a kegyetlen nemzeti kommunista diktatúrát, amit mi átéltünk, és azt a szovjet diktatúrát, amit az 56-os pesti srácok átélték. És ha már a Kolozsvár Társaságnak a rendezvényeiről esett szó, ugye a héten még tartanak megemlékezéseket október 23-a témában. Melyek ezek? Igen, pontosan, amit már említett képzőművészeti és irodalmi alkotásokat, középiskolás gyerekeknek az alkotásait fogjuk elbírálni, és pénzjutalommal is diplomával jutalmazni. Azon kívül csütörtökön Balla Zsófia, egy Kolozsváról elszármazott, Magyarországon élő neves költővel fog Demény Péter beszélgetni a Kolozsvár Társaság székhelyén. És 31-én, mert még az is benne van a kolozsvári októberi napoknak a programjában, kolozsvári sportlegendákról lesz egy beszélgető műsor, ahol a Sarukán család, Gebefügi Bandi és Bogdán László díszpróbással fogok valószínű, hogy egy sportújságíróval beszélgetni, jó magam. Ezek az elkövetkezendő ugye programpontok, de még ma is vannak történések, innen hova megyünk? Innen megyünk az Unitárius templomba, a belvárosi Unitárius templomba, ahol egy ilyen ökumenikus istentiszteleten emlékezünk 56-ra, utána az operába, a főkonzulátus által szervezett, csak opera által szervezett gála estre, és azután pedig a fogadásra, amit szintén a konzulátus rendez. Buchwald Péternek köszönöm szépen, és a kedves nézők is hallották, hogy melyek azok a programpontok, ahol megemlékezhetnek a mai napon, illetve az elkövetkezendőkben október 23-ára. Tibor, a tiéd a szó.